Mi történik közvetlenül a halál után? Az ember úgy képzeli el, hogyha meghal valaki, akkor van három opció. Mennyország, tisztító, tűz, helyesebb hely és a pokol. Ez lesz az osztály része a léleknek. De picit, ha mélyebbre ásunk, hogyan képzeljük el ezeket a túlvilági helyeket? Mi történik ott velünk? Kivel találkozunk? A rokonaink, szeretteink újra velünk lesznek? Vagy azok a rokonaink, nekem is ez vetődött föl bennem, amikor itt gondolkodtam a kérdéseken, akiket nem is ismertünk itt a Földön, mondjuk az anyai nagyszüleim. Velük ott kapcsolatba kerülök, megismerem őket. Mit fogunk egyáltalán csinálni a túlvilágon? Nem lesz unalmas, monoton? Sok emberben fölmerülnek ilyen kérdések, hogy vajon milyen lesz, hogyan tudom ezt elképzelni. És azt gondolom, hogy az első és fontos válasz az, hogy nem tudjuk elképzelni. Mert egy más létmód, tehát mi ebben a véges földi világban élünk, ahogyan egy magzat nem tudja elképzelni, hogy milyen lesz a szülés után, milyen az, hogy lélegzetet venni, milyen az, amikor az édesanyja megszoptatja, ránéz, mosolyog, beszél. Tehát ezekről fogalma sincs. Az édesanyja szívhangját már ismeri, azt a kellemes melegséget, ami átjárja őt az édesanyja méhében, a szeretetet, ezeket érzi, de hogy pont milyen lesz élni emberként, ezt nem tudja fölfogni. Ahogy egy hernyó azt, hogy milyen lesz pillangónak lenni, nem tudja fölfogni, mert egy más, teljesen más módon létezik. Valamilyen a földi élet és az örök élet közötti kapcsolat. Szent Pál apostol azt mondja, hogy romlandóságban, erőtlenségben vetik el az embernek az élete magját, erőben támad föl, romolhatatlanságban. Más egy földi dolognak a csillogása, és más egy égi testnek, a csillagnak a csillogása. Tehát nem tudjuk elképzelni, mert teljesen más lesz. Azt mondja, hogy földi, múlandó testben halunk meg, de romolhatatlan szellemi testben támadunk föl. Tehát nem ilyesfajta lesz az emberi élet, mint amit most ismerünk. Amikor azt mondjuk, hogy hiszem a test föltámadását, az nem azt jelenti, hogy ezek az atomok, ezek a molekulák támadnak föl. Ezek nem tudnak örökké élni. Ezek lényegük szerint múlandóak. A földi testünk természete szerint múlandó. Ahogy Pál apostol mondja, egy teljesen más módon szellemi testben támadunk föl. Nehéz ezt elképzelni. Hadd mondjak erről egy kis történetet. Egy haldokló tudta, hogy az orvosa nagyon mélyen hívő ember. És megkérdezte tőle, hogy doktor úr, milyen lesz a mennyország? Milyen lesz az örök élet? Mire a doktor azt mondta, hogy nem tudom. És a haldokló nagyon elkeseredett, hogy maga se tudja, maga úgy tudom, hogy hívő ember. Templomba jár, katolikus. Ha maga se tudja, akkor talán az egész nem is igaz. Mire a doktor nem mondott semmit, hanem oda ment a kórterem végébe egy ajtóhoz, ami a kórháznak az udvarára nyílt. Kinyitotta, és abban a pillanatban egy kiskutya berohant a kórterembe, odafutott a doktorhoz, lábához, jött, ugrált, boldogan nyalogatta, csóválta a farkát, és azt mondta a doktor, hogy látja, ez a kiskutya az én kutyám soha életében ebben a kórteremben nem volt. Nem tudta, hogy itt mi van, hogy veszélyes-e ide bejönni, vagy nem, hogy milyen hely bejöhet-e ő ide bátran, vagy pedig nem. Egy dolgot tudott, azt tudta, hogy a gazdája itt van ebben a szobában. Ezért boldogan jött be. Mi sem tudjuk pontosan, hogy milyen lesz az a másik világ. Egyet tudunk, hogy a gazdánk ott van. A halál kapujában ő vár. Ő fog minket átölelni. A halál ahhoz hasonló, mint amikor egy kisgyermek meglátja az édesapját, odafut hozzá, átöleli, azt mondja, hogy atya, ahogy a mi atyánk is ezzel indul, atyánk, aki a mennyekben vagy. A halál egy boldog hazatérés. Nem kell pontosan tudnunk a részleteit. Elég azt tudnunk, hogy ő vár minket a halál kapujában. Ő, aki a világot csodálatosnak alkotta, gyönyörűnek. Bízzunk abban, hogy az életünk beteljesedését, az örök életünket is hasonló bölcsességgel, szépséggel, gazdagsággal alkotja meg és ajándékozza nekünk.
hogy milyen helyzetek vannak a halál után, ezt sokszor nyilván nagyon emberi módon fogalmazzuk meg, mint szoktuk azt mondani, hogy menj, tisztító hely, vagy tisztító tűz, és ehhez hasonlók. Nyilván ezek nem helyek, mert ott nincsen a földi világhoz hasonló tér és idő. Tehát ilyen módon helyek sincsenek, ahogy az Istennek sincsen helye. És nem lehet azt mondani, hogy itt van, vagy ott van. És az, hogy ő mindenütt jelen van, az se azt jelenti, hogy olyan, mint egy hatalmas gázfelhő, ami mindent betölt, mert ez egy földi hasonlat. Az Úristenre nem is tudjuk elképzelni, milyen a tér fölöttiség, az idő fölöttiség. Az idő fölöttiség, az örökké valóság, az nem végtelen sok idő. Nem olyan, mint egy végtelen hosszú egyenes, ahol sok-sok millió évet egymás után rakunk. Ez egy teljesen téves elképzelés. Amikor valaki megijedette, hogy ez a sok idő alatt mit fogok én csinálni, az többek között ebből adódik, mert így képzeli el, mint egy nagyon hosszú, vége láthatatlan időfolyamatot. Közben az örökké valóság nem sok időt jelent, hanem idő fölöttiséget, olyan, mint egy örök pillanat, ami soha nem múlik el. Nem egy végtelen egyeneshez kéne hasonlítani, sokkal inkább egyetlen ponthoz. Egy örök pillanat, amikor az ember hazatalál, átöleli az Istent, beteljesedik az élete, átöleli a szeretteit. Vagyis ezek nem helyek, hanem az embernek az állapotai, a beteljesedés állapotai. A Biblia arra tanít, hogy rögtön a halálunk után az Úristen elé kerülünk, tehát nem kell kivárni úgymond a világ végét, hanem azonnal, aki meghal, az Úristen, mint egy kilép az időből, és az Úristen elé kerül. Ezért mondja Jézus a kereszten a jobblatornak, hogy még ma velem leszel a mennyben. Ezért mondja a példabeszédben az ostoba emberről, hogy ostoba, még ma számon kérik a lelkedet, amit gyűjtöttél, kire marad. Ezért mondja Pál apostol, hogy szeretnék meghalni, hogy Krisztussal legyek. Tehát a halálunkkor azonnal az Isten elé jutunk. És aki elnyeri az üdvösséget, annak a számára meg is kezdődik az üdvösség. Tehát elkezdődik az ő örök boldog élete. Ugyanakkor a Biblia arra is tanít, hogy van a történelem végén egy úgynevezett végítélet, ami egy kicsit különbözik ettől a halálunk utáni pillanattól, amikor már elindul az üdvözülők számára az ő örök életük. Miért van ez a végső ítélet, mint egy megkülönböztetve attól, amit néha szoktunk külön ítéletnek is mondani rögtön a halálunk után? Miért van ez a kettő külön? Azért, mert a tetteink következménye az csak az egész történelem végén fog teljes mértékben nyilvánvalóvá válni, kibontakozni. Például, hogy egy szülő vállalta egy gyermeket, vagy nem. Hogy azt a gyereket hogy nevelte, és abból a gyerekből mi lett. Hogy egy házastárs mondjuk hogyan szerette a házastársát, és ennek milyen következménye lett gyerekeikben, unokáikban, dédunokáikban. Ez igazából csak a történelem végén derül ki, amikor mindent tettünk, következménye a végső stádiumig eljut, a teljes következményét látni fogjuk. Az örök életben való szenvedésünk, amit hívunk tisztulás állapotának is, az nagyon nagy mértékben ezt jelenti, hogy odaátról látjuk a tetteink következményeit. Egy családos ember látja a gyerekeinek, unokáinak és a sok-sok generációnak a történetében azt, ami rajta múlott, amit tehetett volna szebben. És egy kicsit ezt végig szenvedi, vagy egy pap látja azt, hogy egyes plébániákon mi az, amit megtehetett volna, amit nem helyesen tett, és ennek milyen következményei, milyen hiányai vannak. Tehát végig szenvedi az ember szinte az egész történelmet, látja az életének a pozitív és negatív következményeit. Egy szót hadd mondja külön a tisztulás állapotáról. Megint csak ne használjuk, ha szabad kérni ezt a szót, hogy tisztító hely, mert nem hely. Ne használjuk ezt se, ha lehet, hogy tisztító tűz, mert ez azt gondolom, hogy rossz konnotációkat, rossz képzeteket kelt abban, akinek mondjuk, hanem mondjuk ezt, hogy tisztulás állapota, hogy hivatalosan az egyházunk ezt így hívja. Mit jelent ez?
Nem úgy kell ezt fölfognunk, mint egy büntetést. Ahogy már itt a Földön, az Úristen nem úgy büntet, ahogy mi sokszor nagyon emberi módon elképzeljük, hogy valaki rosszat tett, jó Isten háta mögött egy kis ostorral ott áll és lesújt. Ez a halálunk után sem így történik. Tehát ez nem egy pót börtönbüntetés, x évet le kell húzni bizonyos bűnöknek az engesztelésére még oda. Hát egyáltalán nem. Ha beszélünk erről, hogy Isten büntetése, hát nyilván az Isten igazságos, akkor arra gondolunk, hogy maga a világ, amit alkotott, igazságos. Tehát vannak törvényei. Természetesen beleültetett törvények az atomokba, a lelkünkbe, az egész világba. Isten világa igazságos és jó. És aki nem így él, aki a valósággal szemben él, a teremtett világnak a törvényeivel szemben él, az lassanként falba ütközik, tehát ez megbosszulja magát. Nem kell Istennek direkt módon közvetlenül büntetni. A rossz tetteknek sajnos van rossz következménye. Szétesik egy család, gyűlölet keletkezik, rengeteg szenvedés, rengeteg szomorúság, rengeteg fájdalom. Tehát a bűneink sajnos magukban hordják a büntetésüket. A tisztulás állapota ugyanígy. Tehát ez nem egy pótbüntetés, amit Isten kiszab, hanem a bűneinknek sajnos van következménye. A szinte fizikailag a lelkében az embernek károkat okoz, vagy megbilincseli, torzítja. És amikor valaki, a legtöbb ember olyan állapotban hal meg, hogy nem teljesen tiszta, nem teljesen képes arra, hogy Isten világába belépjen. Ahogy olvassuk is a Bibliában, hogy ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent hegyén, az ártatlan kezű, a tiszta szívű. Isten tökéletes, tiszta szeretet. Csak úgy léphetek be az Istenbe a halál kapuján át, ha olyan vagyok, mint ő. Ha bennem is tiszta önátadás, önzetlenség, szeretet, nagy lelkűség, tisztaság, egyenesség van. És éppen ezért Isten a tisztulás állapotában azt, ami nem ilyen bennünk, azt mintegy kiégeti belőlünk. Ha használjuk a tűz hasonlatát, lehet ezt használni, de akkor próbáljuk pozitívan használni, hogy ami bennünk rossz, ami görcsé vált bennünk, ami megkötöz, a szenvedélyeket, az önzést, a bűnöket, az Isten ezt égeti ki belőlünk. Ahogy ez belőlünk eltávozik, akkor a lélek felszabadul. Végre olyanná válik, amilyennek Isten megálmodta. És ezért ez egy boldogító szenvedés. Mert azt veszítjük el, ami a lényünktől idegen, és az marad meg, azt tud végre kibontakozni, ami az igazi lényünk. Végre elkezd az ember szárnyalni, hinni, szeretni teljes lényével. Tehát ez egy boldogító szenvedés, amellyel Isten gyógyítja az embert, ahogy az orvos is kiműti esetleg a testből a beteg részeket. Olyan, mint egy futószalag, amire fölül az ember, minden lépésével az Istenhez jutunk közelebb. A tisztulás állapota szüntelenül ő hozzá visz közelebb. Ahogy az Isten szívéhez, ez a lángoló tűzhelyhez közelérünk, az ő tüze mindent kiégít, kiéget belőlünk, ami őtőle idegen. Genovai Szent Katalin ezért mondja a tisztulás állapotáról szóló könyvében újra és újra, hogy a paradicsom ajtaja nyitva áll. A tisztuló lélek ezt látja, hogy Isten szíve, a paradicsom kapuja nyitva áll, ő felé tartok minden lépéssel, ő hozzá kerülök közelebb. És akkor még két kérdésre röviden reagálnék, hogy nem fogjuk-e megunni az örök életet. Félig meddig utaltam erre, hogy nincs idő az Istenben, de hadd tegyem ehhez hozzá azt is, hogy Isten kimeríthetetlen, végtelen. Vagyis nem kell attól félnünk, hogy ez bármikor az ember meg tudja unni. Ha már azt se nagyon tudjuk megunni, például, hogy bejárjuk a Földnek a csodálatos tájait, mert olyan gyönyörű. Gyönyörű az északi sark, gyönyörű a sivatag, gyönyörűek az őserdők, a hegyek, a patakok, a tavak, nem tud vele betelni az ember. Az Isten milliószor gazdagabb, teljesebb. Ahogy nem tudunk betelni az emberekkel, minden emberben csodálatos kincsek vannak, gyönyörű történetek, tengermély érzések, soha nem lehet kimeríteni. Egy házasságban a két fél egymásnak a kincseit soha nem tudja megunni, kimeríteni.
végtelen mélység. Az Isten százszorosan ilyen. Vagyis nem kell félnünk attól, hogy bármi módon az ember ezt megunná, csodálatos ámulatba ejtő új gazdagság fog szüntelenül a lényünk elé tárolni, a lelkünkbe ömölni. És volt egy ilyen kérdés, hogy a hozzátartozóinkkal milyen módon fogunk találkozni. Ezzel kapcsolatban az egyházunk azt tanítja, hogy Isten soha nem riválisa az embernek. Nem csökkenti le az embernek a szabadságát, méltóságát, lényét, hanem megnöveli. Az örök életet se úgy kell elképzelnünk, hogy az Isten szinte kiszorítaná, mintha féltékeny lenne az emberi szereplőket az örök életben. Egyáltalán nem. Nyilván az örök életnek a hatalmas, mindent elsöprő élménye, ha lehet így mondani, az Isten lesz. De ezt nem olyan módon kell elképzelnünk, hogy ez lecsökkentené az embereknek az egymással való találkozásának, együttlétének, szeretetének az örömét. Egyáltalán nem, hanem megnöveli. A Jelenések könyve mindig is így írja le az örök életet, mint egy gyönyörű várost, egy nagy közösséget, hatalmas ünneplő sereget. Tehát Isten körül rengeteg ember van, akiknek a szeretetét az ember hatalmas örömmel fogadja. Természetesen az emberi kapcsolatok kicsit mások lesznek oda át. Jézus erről is beszél nagyon érdekes módon, amikor ezt a kérdést neki szegezik, hogyha egy asszonynak volt 7 férje is itt a földi életben, akkor oda át vajon melyiké lesz? És akkor Jézus azt mondja, hogy oda át nem nősülnek, nem mennek férhez, hanem úgy élnek, mint az angyalok. Vagyis arra utal, hogy az emberi kapcsolatok egy kicsikét megváltoznak. Nem lesz például a rokoni vagy másfajta kapcsolat olyan értelemben kötelék, mint itt a földön, hanem sokkal inkább kinyílik, szabaddá válik, és nem fog például zavart okozni az, hogyha egy embernek több házastársa volt itt a földön. A kettőjük között mondjuk egy férfinek, ha a földi élete folyamán volt 2 felesége, a 2 feleség között ez semmifajta problémát nem fog okozni. Az Isten szeretetében ezek a kapcsolatok fölemelkednek egy más szintre, szabaddá és nyitottá válnak. Amire Jézus is utal például, amikor azt mondja, hogy aki Isten akaratát teljesíti, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Tehát egy különleges, nem testi család, az a nem vér szerinti család, ami az Isten körül majd meg fog születni.